Az elhízás egy összetett zavar, amelynek leglátványosabb eleme a magas testzsírtartalom. Ugyanakkor számos egyéb jellemzővel is bír, amelyek elsősorban az anyagcsere sebességének lelassulásában, hormonváltozásokban, szívérendszeri zavarokban, ízületi megbetegedésekben érhetők tetten. A túlsúly kezelése tehát elengedhetetlen, azonban ez ritkábban jelent belgyógyászati problémát, mint inkább igényel pszichológiai kezelést. Az összes elhízás formának mindössze 15%-át teszik ki az úgynevezett másodlagos elhízás kategóriájába sorolt kórképek. Az elhízott emberek mintegy 85%-ánál rossz környezeti minták és helytelen szokások felelnek az elhízásért. A teendőkről kérdezem mai vendégeimet, Somodi Sándor belgyógyász urat és Antúri István gasztroenterológus professzurat. Szép estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Úgyhogy egy héttel ezelőtt az elhízásról beszélgettünk, az elhízás okait kerestük, és akkor doktor úr számos dologra világított rá, nem csak annyi a kérdés, hogy nem szabad annyi kalóriát bevinni, amennyit nem fogunk elégetni. Szóval nem szabad túlennünk magunkat, meg hogy csak mozogni kell, sokkal összetettebb ez a dolog. De mielőtt újra elkezdjük a beszélgetést, illetve a mai adásunkban azt fogjuk megnézni és megvizsgálni, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet kezelni ezt a betegséget, mert hogy ugye adásból kiderült, hogy ezt nevezzük nevén, ez betegség. Mi is az? Mikor nevezünk valamit, vagy valakit elhízottnak? A múltkori adásból is kiderült, hogy ugye a diagnosztizáláshoz a testtömegindex meghatározása és a derékkörfogatnak a mérése. Ez tulajdonképpen a két nagyon egyszerű és mindenki által elvégezhető szempont, amit érdemes megcsinálni, hogy megvan az a határ, hogy ami fölött a testtömegindex, hogy 30 fölé kerül, akkor ott már baj van, és azt kezelni kellene. És ahogy a felkonferálásban is elhangzott, ez egy összetett feladat. Egyrészt a belgyógyász, obezitológus tanácsai mellett adott esetben pszichológus vagy pszichiáter segítsége is lehet, hogy fontos, azért, hogy a elért kisebb eredmények tartósabbak legyenek, illetve nagyobb legyen a sikerráta. Mert általában az szokott a gond lenni, hogy ahogy az egyéb szenvedélyeknél is, például utalhatnék itt a dohányzásra is, a kezelésnek a sikerrátája nem olyan túl magas. Nagyon fontos dolog, hogy ugye a kezelés egyik fő célja, hogy megelőzzük azt, hogy növekedjen tovább a súly, a másik az, hogy érjünk el egy 5-10%-os csökkentést, és a harmadik az pedig, hogy ezt az alacsonyabb testsúlyt sikerüljön megtartanunk. Ugye most a nézők látnak egy nagyon jó ábrát, ami szerintem ugye sok történetkönyvből ismerhető, hogy hogyan fejlődött az ember, és ez egy, azt gondolom, bocsánat a kifejezésért, de egy poén, hogy hol tart ma a 21. századi ember ebben a sorban. Hogy igen. Cipeli magával azt a bizonyos italt, ami nem áll másból, mint cukorból, és hogy hát a túlsúly cukorbetegséghez vezet, kevés mozgás, ugyancsak oda vezet, és hát mi az eredmény? Doktor úrnál találja magát a paciens. Hát hogyan is lehet ezt a betegséget elindítani és kezelni, doktor úr? A kezelés az ugye rendkívül komplex, számos szakember bevonását igényli, és ugye alapvető az életmódváltoztatás ebben a tekintetben, amely egyrészt áll a megfelelő diétából, másrészt a fizikai aktivitás növeléséből, és ide venném még a megfelelő motiváció elérését és fenntartását, hogy igenis tudatosan akarjak fogyni, tudatosan odafigyeljek magamra. Amennyiben ez az életmódváltoztatás ez nem sikeres, egy fél éven keresztül úgy gyógyszeres kezelésre van lehetőség, és a morbid elhízás eseteiben pedig akár sebészi eszközökhöz is nyúlhatunk. De nagyon fontos, hogy ha gyógyszeres kezelésre vagy sebészi kezelésre is kerül sor, az életmódváltoztatásnak akkor is meg kell maradnia, akkor is igenis tudatosan diétázni kell, és többet mozogni. Mondjuk, hogyha hogyan lehetne fölépíteni, hogy hogyan lehet fölépíteni, ugye a táplálkozásról beszélünk, egy helyes étrendet. Tehát hogyan néz ki egy mai 21. századi embernek mondjuk a helyes étrendje? Ha már elhízott is, akkor is visszahozza azzal. Ja, az étrend vonatkozásában azonnal kérném is a 8-as ábrát, amely lényegében ugye a helyes étrend összetételét mutatja, gyakorlatilag itt piramis formájában állítják össze, hogy melyek azok az ételek, amiből sokat kell lenni, ezek találhatók a piramis alján, és melyek a tiltott ételek, ezek a piramis csúcsán.
Látható egy paradigmaváltás az évtizedek során, amíg a 20. század végén elsősorban a zsírszegény étrend volt a divat, és a szénhidrátokat szabadon lehetett fogyasztani. Addig mostanra megváltozott a trend, elsősorban a szénhidrát szegény diétákat javasoljuk, és a kenyér, a gabonafélék, a krumpli, rizs, tészta, ezek a piramis csúcsára kerültek, és ugyanakkor a zsírokat szabadabban lehet fogyasztani. A gabonafélék közül a teljes kiérlésű gabonaipari termékek azok, amelyek fogyasztását továbbra is javasoljuk. Engem meglepett, amikor megkaptam professzor úr, doktor úrnak ezt az anyagát, és hogy lépésről lépésre, amikor végignéztem, hogy a táplálék piramis után a fizikai aktivitás fontosságára, hogy ezt mindig felszoktuk hívni a figyelmet, de az, hogy viselkedés terápiára is szükség van ezen esetben, amikor arról beszélünk, hogy egy elhízott ember, vagy egy beteg embernek próbálunk segíteni. Mi ez a viselkedés terápia? Ezzel kapcsolatban kérném is a tízes ábrát, és hát ugye tudjuk azt, hogy a megfelelő motiváció elérése, ez nem könnyű feladat. Sokszor tapasztaljuk azt a betegektől, hogy hazamentek, és otthon mindenki eszik körülöttük úgy, mint ahogy régen, és nekik pedig diétázni kell, mindenféle úgymond füvet kell lenniük, így szokták általában megfogalmazni a betegek, és hát sajnos így ugye nagyon könnyen elcsábulnak, hogy ugyanazt a kóros magatartást folytassák a modern életstílus részeként, mint amit a környezetükben látnak. Éppen ezért fontos az, hogy a környezet az megfelelő módon támogassa ezeket az elhízott embereket, hogy igenis meg tudják valósítani az életmódváltást. Ebben pszichológus segítségét kell kérni nagyon gyakran, és egy nagyon fontos feladatra, módszerre hívnám fel a figyelmet, ez pedig az önmonitorozás. Megkérjük a beteget, illetve a betegek saját maguk is csinálhatnak egy diétás naplót, ahol leírják tövéről hegyire, hogy aznap mit ettek meg, mit ittak meg, illetve még esetleg azt is, hogy mennyit mozogtak. Fontos az, hogy ezt azonnal végezzék, hiszen utólag nagyon gyakran elfelejtődik az esti tévénézés közben megevett 20 deka sósmogyoró, és ugye így ez kikerül a látóképből, és hogyha ezt végignézik, valóban becsületesen megcsinálják, akkor látják, hogy bizony sokat tesznek. Riasztó. És ugye akkor ezután jön, hogyha ez sem megy, működik, akkor jön a gyógyszeres kezelés, vagy az ennél durvább beavatkozások, ugye az endoszkópos, illetve a sebészi módszerek is. Én igazából ezeket emlegettük, arra lennék inkább kíváncsi, hogy mennyire hatékonyak, mennyire tud hatékony lenni egy gyógyszeres kezelés, vagy hát a drasztikus kezelés? A gyógyszeres kezelés eredményei azok szerényebbek, ebben az esetben hosszú távon viszonylag kisebb fogyást lehet elérni. Ez elsősorban abból adódik, hogy a gyógyszerek nem szedhetőek egy évnél tovább, és ugye különben mellékhatásokat okoznak, és így a gyógyszer elhagyását követően gyakorlatilag egy visszacsapás következik be. Gyakran a páciens többet hízik, mint amennyit előtte lefogyott, ezt nevezik jojó effektusnak. A sebészi módszerek eredményei, és ehhez kérném szépen a 15-ös ábrát, ami egy kicsit lehet, hogy tudományosnak látszik, de látható rajta, hogy jelentősen tudják csökkenteni a hosszú távon is, 7-8 év távlatában is a testsúlyt. Azonban ugye itt fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek a módszerek drágák, illetve drasztikusak, nagyon gyakran szövődményekkel kell számolni a sebészi módszerek esetében. Ezért ugye ezeknek az alkalmazása csak, mint egy utolsó lépésként a morbidan elhízott betegeknél alkalmazhatóak. Nincs időnk igazából, de akkor is fel kell tegyek még egy kérdést. Nagyon sokszor lehet látni olyan hirdetéseket, hogy ilyen meg amolyan étrend kiegészítők alkalmazásával tökéletesen lehet elérni fogyást, és hát egyes hölgyek, urak belemennek ezeknek a vásárlásába, és akkor felváltják a táplálkozásukat mindenféle szerekkel.
Hát ugye ez nem a reklám helye, de nem akarunk senkinek rosszat sem. De ez jót tesz egy szervezetnek? Tehát amikor egy elhízott ember azt gondolja, hogy majd ez a csodaszer megoldja minden problémáját, akkor nem kell sem mozogni, nem kell pszichológushoz fordulni, nem kell csinálni semmit, hanem mint egy varázsütésre megváltozik az élete. Sajnos ez nagyon, nagyon veszélyesek ezek a csodaszernek nevezett készítmények, ugyanis nagyon gyakran ezeknek a hatása nem bizonyított. Egyszer végignéztem az irodalmat, és lényegében ezekkel kapcsolatban sehol nem találtam megfelelő hosszúságú tanulmányt, mindegyiket néhány hétig, maximum 3 hónapig alkalmazták, és érdekes, hogy mindegyik hatékony volt, ami már ugye felveti a kételyt, hogy vajon valóban hatékonyak ezek a szerek. És nem szabad elfelejteni ezekkel kapcsolatban sem, hogy az életmódváltoztatást nem váltják ki. Tehát hiába fogok én megvenni egy étrendkiegészítőt a fogyás reményében, ha mellette nem tartom be a diétás előírásokat, és nem mozgok többet, mint amennyit addig mozogtam. Ha ezek nem valósulnak meg, akkor lényegében ugye ezek a készítmények hatástalanok. Professzor? Egy mondatot ehhez hadd tegyek hozzá. Nem csak az, hogy hatástalanok, hanem bizonyos szövődmények veszélye fennáll. Tehát itt ugye arról szokott szó lenni, hogy például a zsírok felszívódását gátolják. Ebből több minden következhet, például a vitaminvesztéstől kedve, sok minden. Tehát amit Sándor mondott, abban igaz, hogy itt mindenféle tanulmány csak rövid hatás, rövid időre szól. Hosszabb távon itt a komplikáció szövődmények, mint a sebészi fogyó módszereknél is elég egyértelműen előjönnek. Tehát ez a kérdés ennél sokkal nyűgösebb és bonyolultabb sem, mint hogy valaki néhány pohár jófajta itallal megoldja ezt a kérdést. Professzor, hát akkor maradjon önnél is a szó, a konklúzió nem maradhat el. Igenis. Az elhízás, az obezitás kezelésében elsődleges az életmód változtatása, ahogy elhangzott. A kalóriabevitel csökkentése és a fizikai aktivitás fokozása. És egy élethosszig tartó kezelésre van tulajdonképpen szükség, a visszaesések megakadályozására. Nagyon fontos a megfő orvos-beteg kapcsolat, a gondozás, a szövődmények időben történő észlelése és a kiegészítő kezelése, végül a gyógyszeres kezelés lehetőségei vagy eredményei egyelőre még szerényebbek, és a sebészi endoszkópos kezelés eredményei ugyan jobbak, de ahogy elhangzott, ezek drága módszerek, és sajnos a mellékhatások itt gyakrabban fordulnak elő. Hát én köszönöm a sok-sok jó tanácsot. És azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy a nézők és azon nézzük, akiket érint esetleg, fölismerik egyáltalán, hogy ez betegség, és sokkal egyszerűbb és olcsóbb egészségesebben táplálkozni, mozogni és élni, mint amikor már orvos is segítségre van szükség. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen a lehetőséget.